Bár a Benkó Zoltán Szabadidő Központ 174 hektáros területét körbe kerítés védi, nem mindenhol van beton alapzat. Ezért a vaddisznók betörtek a területre, valószínűleg felfeszítették a kerítést az agyaraikkal. A központban most hivatásos vadász ejti el az állatokat, mivel azok veszélyesek az emberre. Természetes testfelépítése, anatómiája, fogazata által elég nagy nyílcsebeket tud okozni egy-egy ilyen állat, ami az embert megtámadja. Úgyhogy ezért van szükség mindenféleképpen, főleg egy ilyen lakópihenő övezetben. A másik pedig az elmúlt években sajnos hazánkat is elérte a sertéspestis betegség, ugye, és ennek a betegségnek a megállítása céljából is az állománynak a csökkentése szükséges, így sem is ez az egyetlen hatékony módszer a betegség megállítására, mert ha nem, akkor esetleg gazdasági károkat is okoz. Ezek az állatok a város agglomerációjából, erdős fás területről érkezhetnek, tudtuk meg a szakembertől. A vaddisznó egy különleges vadászható vadfaj hazánkban, nagy a kultusza a vadászati kultúrában is. Hogyha túlszaporodnak egy bizonyos élőhelyen, akkor onnan elvándorolnak a gyengébb, vagy éppen az életképesebb, sokszor az életképesebb egyedek, új területet, új biotópot keresnek maguknak. Lehet ez a túlszaporodásnak is az oka, hogy elvándorolnak. Most ebben az időszakában vadászatok is folynak, a zavarás körülménye is lehetnek, és az, hogy kedvezőbb környezetet találnak itt, mert az ember mellett ugye nincs olyan zavarás, megtalálják az élelem feltételeket, ugye akár a emberi hulladékból is még rengeteg fontos táplálékot tudnak ők kiszűrni maguknak. A vadak kilövése december 3-a és 19-e között zajlik a Szabadidők Központban. A délután 5 órai záráskor a területet minden látogatónak, köztük a horgászoknak is el kell hagyniuk.